Na hát akkor, szia, Csacsa vagyok, én csinálom felvételt. Mondd már neved, Léci. Hello, Laci vagyok. Laci! Mi ez a furcsa maskara rajtad, mire készülünk? Nem tudom még, mi lesz ennek a vége. Minek öltöztél? Még nem tudom, de azt hiszem az lesz, hogy ugrunk egy szép nagyot. Csak nem egy egyetlen standemugrás. Gyanús. Fú, de milyen jó helyen vagy itt a reptéren hozzá. Honnan jött ez az őrült ötlet? Hát vannak őrült ötletek, de alapvetően ezt ajándékba kaptam a feleségemtől. Hűha, akkor csak de itt nyilván rajta van a slágerlistán, hogy... Csak így halkan kérdezem akkor meg, hogy az ajándék vagy büntetés szerinted? Még nem tudom. Ajándék, ne viccelj! És tudták... Nem tudom, mit akar, nem nincs valahol megvágva valami kínval. Lehet, hogy a szőlővel beszélsz, hogy... Nem, én azt gondolom, hogy nem. Tudták, hogy fogékony vagy az ilyen extrém dolgokra, és azért kaptad meg... Aha. Adrenalin vadász vagyok. Megnézzük, hogy ezt mennyire bírom, de reméljük, hogy biztos ezt biztos vagyok benne. Szuper, szőlő elmondta kézzel lábbal, mit kell csinálni. Igen. Hozzáteszem, erről nagyon ráforázni nem kell, elrontani nem tudsz semmit. Tehát ne ez járjon a fejünkbe, hanem arra próbáljunk odafigyelni, hogy milyen szép, jó minden másodpercét megélni ennek a dolognak, a zuhanásnak, a kupola alatti résznek és a kérdésnek. Próbálok nem összerántani. Elmondták, hogy milyen magasra megyünk? 4000 méter, így van, onnan fogunk küzdeni. Zuhanunk egy bitanglót, ilyen közel lesz, mint egymáshoz is lehet próbálni a metálvillákat, bármit, hogy kicsomagoltuk az ajándékot, és jó. Persze, ne viccelj, hogy ne bármi, ami tetszik, és jó. Utána nyitunk, vagy hát nyitok ki, elköszönünk, és a földön itt várlak majd, és akkor látjuk majd, hogy ez őszinte ez a mosoly, vagy célba ért az ajándék, vagy mi lett. Oké? Okay? Szerintem be fog találni. Ne is szaporítsuk a szót, hívnak lassan minket, hogy egy pacsit kérek, aztán menjünk jól meg. Just give me a sign.
give me a sign. If you love your life, now is the time. So throw your hands up high, give me a sign. If you love your life, now is the time. So throw your hands up high, just give me. Nem szaladok el. Mondhatjuk, hogy kicsomagoltuk ezt az ajándékot, és célba ér? Ezt abszolút, igen. Jól van. Kemény volt. A zuhanásnál azért mondjuk, hogy számon vegyem a levegőt, vagy hol. Nem kérdés, jön magától. Jött, rendesen. Ezzel nem volt probléma. Jó van. Szuper. Teljesítve a dolog, gratulálok egy-egy kacsit. Friss még az élmény, mesélj, melyik volt a izgalmasabb része, a zuhanás volt, vagy a... Nagyon jó volt az is, hogy egyáltalán egy helikopterbe beleül az ember, felmegy szépen, tényleg ilyen katona feeling. Azért az a kiugrás, akkor így leírna, lenéz az ember. Az a pár pillanat, ugye? De hál' Istennek gyorsan ugrottunk, úgyhogy ezen túl voltunk gyorsan. És akkor zuhantunk, ez a levegő így, hű, mondom, ember, ez oda csap. Jött a levegő tényleg. Szakítottunk lefelé ilyen 220 km/h-val. Jó volt, csak amikor nyitottuk az ernyőt, vagy nyílt az ernyő, aha, akkor így a fülem azért elég keményen esett, de fáj. Kellett a fújás. Jó van, gratulálok, még egyszer ügyes köszönöm voltál. Köszönöm szépen, nagyon jó volt.